Sziasztok! Naptár szerint beléptünk az augusztusba, időjárás szerint viszont már ősz van, ez az! Úgyhogy itt van a következő DM-hol. Tudom, hogy az előző DM-hol még nincs kiértékelve, viszont napokon belül következik ez a videó, és egyszerűen muszáj volt kipakolnom a szatyromat, vagy hát most szeretném kipakolni a szatyromat, akarom látni, hogy miket is vettem, mert igaz, hogy tegnap voltam bevásárolni, viszont egy kicsit öreg vagyok, és már sok mindent elfelejtettem. Ahogy az előző DM-hol videóban is, most is mindenféle termék meglapul a szatyromban, a háztartástól kezdve, ételig, szépségápolásig, minden-minden, úgyhogy el is kezdem. Az első, ami itt van, az a Soft Unsicher papírzsebkendője, ami hát egy tök egyszerű papírzsepi. Én nagyon szeretem, hogyha van ilyen a táskámba bedobva, és pont elfogyott, úgyhogy aktuális volt újra vásárolni. A következő az szintén egy abszolút érdekes dolog, ez az alufólia. Erről mit lehet elmondani? Igen, szükségünk volt rá. A takarítószerek közül nagyon-nagyon szeretem a Denkmintnek ezt az ecetes tisztítószerét, és még mielőtt esetleg kérdezni valaki, hogy miért veszem meg ezt a tisztítószert, és miért nem ecetet használok. Azért, mert ennek a tisztítószernek almás illata van, így szerintem sokkal elviselhetőbb, és nem olyan, mint az alma ecetnek, aminek én nem szeretem az illatát, illetve 55 centbe kerül, úgyhogy olcsóbb az ecetnél. Szóval én ezt használom. Szintén háztartáshoz tartozik az öblítő. Most a Lenornak ezt az ametiszt virágos öblítőjét vettem meg, aminek nagyon-nagyon jó volt az illata, és nem tudom, hogy otthon is kijött-e a Lenore ezekkel a kis gyöngyökkel. Itt én már szemeztem velük, az az igazság, viszont baromi drága, 7 euróba kerül, és nekem az egyszerűen sok. Úgyhogy nagyon örültem, hogy így lehetőségem van kipróbálni, meglátjuk, hogy mit tud, hogy mennyire ad jó illatot a ruháknak is, hogy ez az illat mennyire tartós marad, és hát nem tudom, még így is nagyon elgondolkozok, hogy 7 eurót beletennék egy ilyesmiben. Aztán a Domestos kis WC beakasztós illatosítója, fertőtlenítőszere. Ha van ennek valami magyar neve. Így se tudom, a német nevét se tudom. Úgyhogy de azt tudom. Na mindegy, de hogyha van ennek magyar neve, akkor írjátok már meg ne kelljen folyton, amikor ilyen videó van, folyton körülírnom, hogy mi is ez, mert hát olyan kis bénának érzem magam tőlem. Na, mi van még itt? A következő pár termék az étel kategóriába tartozik. Azt hiszem, hogy ennyi volt így a háztartás. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem bukkan elő majd más még így a szatyromból. A háztart, vagy hát az ételek közül én most csak ezt a úgymond tejszínpótlékot vettem meg. A szója, rizs és 2 darabot vettem a zabkrémből. Én ezt nagyon szeretem, és már csak egy darabban itthon, és ebből mindig tartunk itthon, hogy főzéshez tudjuk használni. Akkor, igen, még ez is az étel kategória. Vettem kókusz zsírt, igen, ezt hogyha felolvad, akkor kókuszolaj. Ezt is én főzéshez szoktam használni. Tudom, hogy lehet használni haj, meg testápoláshoz is, vagy akár sminklemosáshoz is. Én bevallom őszintén, hogy még semmihez sem próbáltam, annyira nem szeretem a kókuszolajnak az illatát, úgyhogy ez így visszatart tőle. Viszont relatív gyakran szoktunk tájt vagy kínait főzni, és olyankor én előszeretettel teszek hozzá egy kis kókuszolajat, illetve van, hogy csirkemellet is ezen párolok meg, úgyhogy szeretjük. Ajjaj, mi van még itt? Van még itt egy teljesen érdektelen blendomet, Complete 7 fogkrém, ezt Martin használja. És igen, van itt egy sampon, amit az egyik kedves nézőm Imola ajánlott, és ugye korpával küzdöm, ezt tudjátok. Ez a Schwarzkopf, jobban van a Sauma korpásodás elleni samponja, amiben nincsen szilikon, és ez elvileg férfiaknak van. De már most az illatán ezt lehet is érezni, viszont nem annyira erősen, és ez engem amúgy sem zavar, és
Imola azt írta róla, hogy ő nagyon elégedett vele, hogy neki bevált korpa ellen. Úgy voltam vele, hogy drogériában egy sampon van még, amit kiszemeltem a Sebamed-től, amit szeretnék kipróbálni erre a problémára. Viszont ez olcsóbb volt, úgyhogy most ezt próbálom ki, majd meglátjuk, hogy mennyire fog beválni. Biztos, hogy lesz majd róla szó. Akkor, igen, ez még a háztartáshoz tartozik, ez egy újfajta nedves WC-papír, méghozzá a Hackle márkától. Semmi érdekes, ugyebár. Aztán az Ébelinnak megvettem ezt a kis arctisztító szivacsát, ami ugye eredetileg az arc tisztítását szolgálja, mint ahogy azt a neve is sugallja. Viszont én ezt ecsetmosáshoz fogom majd használni, mert elég nagy a felülete, és van egy olyan kis bisztibaszti is, amivel tök kényelmesen lehet a két ujjunk között, két ujjunk között tartani. Igen, aztán a Garniernek van egy új ilyen kendőmaszkja, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Igaz, hogy ez 2 euró volt, és a Balea-nak is van ilyen saját márkás, ugye a DM-nek is van ilyen saját márkás Balea-s maszkja, ami 1 euróba kerül, viszont mostanában szinte minden német vloggernél ezt látom, és nagyon kíváncsi lettem rá, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tud. A következő termék az az Oxitól van. Nekem még nem volt semmi az Oxitól, be kell vallanom. Amikor így berobbantak, akkor mindenki oda volt az illatukért. Nekem annyira nem tetszett, viszont ezt a terméket, hogyha jól láttam, akkor kivonják a forgalomból, és ez egy olyan hajspray, ami elvileg fényt ad elsősorban a hajnak. Én ilyet már nagyon régóta kerestem, és igen, majd meglátjuk, hogy mit tud. Nézzük. Vettem egy dezodort a Dove-tól, ez most egy ilyen gránátalmás, lime-os, nincs benne alkohol. Illetve a Balea kijött egy szempilla szérummal, amire én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. A Rilles szempilla növesztő szérumával nekem nagyon pozitívak voltak a tapasztalataim. Most nincsen olyan problémám, hogy kihullott volna a szempillám, viszont meglátjuk, hogy ez mit tud, hogy esetleg ettől is hosszabbak lesznek-e a pilláim, mert ugye elvileg azt ígéri, hogy meghosszabbítja és hogy megvastagítja a szempillákat, majd elválik. És van itt még egy pár darab sminktermék, illetve körömlak is. Nézzük először a körömlakot. A L'Oréal nemrég jött ki ezzel az új körömlak családdal, és én ezek közül választottam, itt van a tetején, a 664-es, a nevét nem fogom tudni kiejteni, ez egy, most hát elég szürkeség van, nem tudom, mennyire látjátok, de ez egy, hát ilyen betonszürke körömlak, aminek nagyon tetszik a színe, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek az új formulájú L'Oréal lakkok mennyire jók, vagy mennyire nem. Illetve maradjunk a L'Oréal-nál, kijöttek ezek az új termékek, ezek a ceruza formájú szájfények, ami egyszerűen a Sexy Balm nevet kapta, és én ebből vettem meg a 102-es Josip változatát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez is milyen lesz. Nagyon sok jót hallottam az Essence All About Matte puderéről, ami egy fehér puder. Majd meglátjuk. Én ugye ezt elsősorban a korrektor rögzítésére vettem a szem alá, illetve a bőrhibákra, amikor használok, mert én nem igazán vagyok nagy rajongója a teljesen matt arcbőrnek. Én szeretem, hogyha van a bőrömnek egy egészséges, természetes bőrfénye. Meglátjuk, hogy arra nekem ez mennyire fog beválni. És az utolsó termék az a Manhattantől egy pirosító, amihez most ajándékban volt egy nude színű szemceruza is. Ez név szerint a Golden Brown árnyalat. Ezt az egyik kedvenc vloggeremnél, Jaminánál láttam az egyik ilyen heti videó összefoglalójában. Nagyon szép színnek tűnt, swatcholtam is a drogériában, úgyhogy úgy voltam vele, hogy oké, egy fene, főleg így nagyon megéri, hogy van hozzácsomagolva egy ilyen szemceruza is. És ennyi most, amit vásároltam, most nem igazán estem túlzásba, mert az előző alkalommal tényleg elég sok takarítószer is elfogyott, meg akkor több élelmiszert is vásároltam,
Most ezekre volt így szükségem, hogy hát természetesen nincs az embernek szükséges sminkre, de hát ezeket kívántam meg, úgymond. Lehet, hogy a következő hónapban nem lesz ilyen DM haul videó, mert spórolnom kell egy kicsit, viszont mindenképpen lesz majd ennek is értékelése, és napokon belül, ahogy mondtam, érkezik az előző DM haulnak az első benyomásos folytatása. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Írjátok meg nyugodtan, hogy ti ezek közül, amiket itt nálam láttatok, próbáltatok-e már valamit. További szép napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!